Az iskolai könyvtáraknak évek óta nincs keretük állománygyarapításra. Az állományok előregettek, pedig a gyerekek a színes, új, népszerű könyvekre nyitottabbak. Elavult kézikönyvekkel, ismeretterjesztő művekkel, számítógépparkkal nehéz meggyőzni bárkit is arról, hogy a könyvtár információs központ, tudásbázis. Ennek a problémának a megoldására indult a könyvtár örökbefogadási kampány. Nagyon reméljük, hogy a Tatai medence iskolai könyvtárai megújulnak, ugyanis az elmúlt években minimális összeg, vagy mondhatom azt, hogy semmi nem került be az iskolai könyvtárak fejlesztésére, csak a tankönyvekre jutott pénz, és nem szeretnénk, hogyha az iskolai könyvtárak tankönyvtárakká válnának. Szeretnénk, ha megújulna az állomány, az informatikai háttér, mert a gyerekek nagyon nyitottak az új könyvekre, az új információkra, és a kollégák sajnos nem tudják ezeket az új könyveket a gyerekek kezébe adni, mert nincs pénz, hogy megvegyék. Ez egy társadalmi felelősségvállalási program, olyan közösségünk legyen, amely szeret olvasni, tud is olvasni, és értelmezni is tudja. Ez az alap. Na de ennek gazdasági aspektusai is vannak összefüggései, mert aki képes az értő olvasásra, és a digitális tartalmak értő olvasására, kezelésére, feldolgozására is megvannak a képessége, és ezt készségszinten tudja gyakorolni, az sokkal könnyebben tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és sokkal könnyebben képezhető azokra a feladatokra, amelyet ott el kell végeznie. Ugye ma már nem önkormányzati fenntartásúak ezek az intézmények, viszont a fenntartónak nincs meg az az anyagi kerete, ami ezt lehetővé tenni. Viszont van egy közös érdek. A gazdasági társaságoknak is érdeke, az oktatási intézményeknek is érdeke, és én azt gondolom az önkormányzatnak is érdeke, és akkor létrejön egy ilyen társadalmi felelősségvállalási program, amit ma úgy szoktak mondani, hogy CSR program, amelyben a tehetősebb vállalkozások köz érdekét is szolgáló felelősséget gyakorolnak. Az iskolai könyvtár olyan kulturális intézmény, amellyel minden gyermek találkozik, ezért az olvasóvá, könyvtár használóvá nevelés fontos szintere. Az esélyegyenlőtlenség csökkentésének helyszíne, ahol szakképzett könyvtáros tanárok dolgoznak, akik jelentős hozzáadott értéket tudnak nyújtani a fiatalok számára. A nagyobb szövegértési készséggel, koncentráló képességgel, a digitális tartalmak sikeres elérésének technikájával, a világhálón történő hatékonyabb tájékozódásra való nyitottsággal rendelkező fiatalok a munka világában is jobb és egyben hatékonyabb munkavégzésére lesznek képesek.